is a legsötétebbek, a hajtú bét élén elzöltött évei, melynek gyalázatos idézőjelben eredménye több száz család eltegényedése és 9 család öngyilkossága. De ezen túl a választásunk azért is szánalmas, mert Bajnai tagja a jelenlegi Gyurcsány kormánynak, részese tehát annak a kiábrándító kormányzati teljesítménynek, amelyet az elmúlt években tapasztaltunk. Ez lenne tehát a megváltás, a változás tere. Engem ez a váltás tudják, mire emlékeztet? A 1956-os Rákosi Gerő cserére. Akkoriban, 1956 nyarán már benne volt a levegőben, hogy a retteget labdafejű vezér talán távozik. Mondta is a pesti vinc, hogy Rákosi talán nem is cseresznye, hanem megy. Persze nem önszántából, nem is belső demokratikus választás alapján, nem is hazai döntésből, hanem természetesen moszkvai kommunista ukáz alapján. Ugye, kísértetésen hasonlít Rákosi távozása Gyurcsány távozásához. Már csak azért is, mert minden jel arra mutat, hogy Gyurcsány távozásának legfőbb oka, hogy üzleti körök Brüsszelben világosá tették neki. Már nem bíznak benne, mennie kell új kormányfőkkel. És 1956 nyarán Rákosi Matyi után jött a megváltó, az a Gerő Ernő. És 2009-ben is jönne az új megváltó, Gyurcsány Petszó helyen Bajnai Gordon. Bajnai Gordon? Gordon. De még ennél is szebb, hogy a szocialista párt élén is változás történik, sötét halló már meg is történt. Tudják, ki váltja Gyurcsányt, a levintézett pártelnököt? A szép reményű Lendvai Ildikó. Aki úgy igazi megújulás vigyett az MSZP-be. Hiszen ő, mint a Kádár diktatúrában, az MSZP központi bizottságának valószínűvezetője, egykori főcenzor, a retteget Szatél György egyik kedélyeltje, bizonyára új lendületet visz a posztkommunista párta. Hát nem biztosan, elvtársra. Csak egyetem kell elfelejteni, akárhogyan is, de Gerő Ernő 56 nyári írrelépése után nem sokkal következett valami. Október 23-ra. A többit tudjuk. Egy szó mintán. A szocialisták és a szabaddemokraták szánalmas, úgyis csak kamarilla politikát folytatnak, 10-20 emberje akarja eldönteni zárt szobákban, hogy ki legyen a kormányfő, és milyen kormány legyen ebben az országban. Nem beszélve arról, hogy már eleve a konstruktív bizalmatlansági indítvány, mint megoldási módozat, alkotmányos aggályokat is felvett, és mint ahogy a köztársasági elnök is világossá tette, a legkevésbé demokratikus megoldás csak időhúzásnak jó. Természetesen az elnök is megkapta magáért a baloldaltól, hiszen nem a szájú íze szerint belé beszélt. Mi a következmény? Az, hogy a két baloldali párt néhány nap alatt képes volt nevetségessé tenni a miniszterelnöki pozíciót, és támadni az államelnöki intézményt, és ezzel a demokrácia maradék tekintélyét is megpróbálják szétrombolni. Mondjuk ki, elég volt ebből az antidemokratikus mergődésből. Elég volt. Elég volt! Elég volt! A parlament hozhassa fel magát, és jöjjenek előrehozott választások. És végül harmadszor, a jelenlegi kormány folyamatosan évek óta figyelmen kívül hagyja azt, hogy mi a szándéka és véleménye az embereknek, egyáltalán bárkinek, aki nem az ő szűk klikjük.